Válságtanácskozást tartanak az eurózóna pénzügyminiszterei a ciprusi helyzetről, miután tegnap kiderült, hogy a ciprusi gazdaság stabilizálásához a korábban gondolt 17 milliárd eurónál jóval több pénzre van szükség. Az új becslés 23 milliárd euró, de az eurózóna pénzügyi vezetői már is közölték, hogy a hiányt nem fogják központi forrásokból pótolni. Az óvatosság érthető, mert közben veszélybe került egy másik eurót használó tagállam, Szlovénia is. Délnyugati szomszédunk már júniusban fizetésképtelenné válhat. Az eurózóna pénzügyminiszterei Írországban ültek össze, hogy kitalálják, honnan lesz újabb 6 milliárd euró Ciprus megmentésére. Azt előre leszögezték, hogy az Európai Unió és a Nemzetközi Valutalap nem hajlandó még több pénzt adni a szigetországnak. Ezért lehet, hogy Ciprusnak el kell adnia a megmaradt családi ezüstöt is, pontosabban az ország megmaradt aranykészletét a többlethiány finanszírozására. Londoni elemzők szerint óriási kihívás lesz a 6 milliárd euró előteremtése, ezért a többletterheket is a bankok betéteseinek és hitelezőinek kell viselniük, akiket már eddig is alaposan megsarcoltak. Az eurózóna pénzügyi vezetői nem közölték, mit javasolnak az újabb válság megoldására. Természetesen ebben a helyzetben nagyon sok a bizonytalanság, ezért nagyon nehéz bárkinek is pontos gazdasági előrejelzést adni. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, és a megállapításainkat átadjuk a tagállamok számára, mondta az Európai Unió pénzügyi biztosa. Olli Rehnnél bizakodóban nyilatkozott a német pénzügyminiszter. Az élet tele van kockázatokkal, de az elmúlt 3 évben bebizonyítottuk, hogy mindig felelősen tudtuk kezelni az ilyen helyzeteket, mondta Wolfgang Schäuble. Ciprus mellett súlyos gondba került Szlovénia is, ahol nem sikerült eladni elegendő állampapírt a hitelek törlesztésére. Ha a jövő heti aukció is eredménytelen lesz, Szlovéniának uniós mentőcsomagra lesz szüksége a fizetésképtelenség elkerülésére.